eddigi videóinkban megnéztük, hogy hogyan kell regisztrálni és bejelentkezni a Quizlet oldalra. Aztán megnéztük, hogy hogyan tudjuk használni az itt készült tanulókártyákat gyakorlásra. És mostani videónkban pedig néhány eszközt tekintünk át, de csak nagyon röviden. Ezek közül, hátulról előre haladva, itt lent találhatók tehát az eszközök. Ez az elem arra való, hogyha valaki ilyen teszteket, játékokat készít, akkor azt be lehessen illeszteni honlapba. Ezzel találkozhattok az évfolyamonkénti honlapoknál is, hiszen ezeket a játékokat ott is megtaláljátok, nem feltétlenül szükséges az oldalra jelentkezni. Ez a gomb ez arra való, hogy többféle tesztből lehet egy kombinált tesztet létrehozni, például ha Hellásznál összefoglaláskor egy teszt keretében szeretnénk gyakorolni a személyeket, az évszámokat és a fogalmakat, akkor mindhárom tesztből lehet egy közös kombinált tesztet létrehozni. A másolás parancsal a tesztet lehet magát lemásolni, ez inkább a tanároknak hasznos funkció, hiszen gondolj bele, esetleg olyan fogalom is bent van a tesztben, amit csak az utolsó leckékbe tanulunk, de én a tesztet szeretném használni már az első 3-4 lecke után. Ebben az esetben készítek egy másolatot, kiveszem belőle azokat a fogalmakat, amiket még nem tanultunk mondjuk a 4.-5. leckéig a fejezetben, és a maradékból csinálok egy másik tanulókártya csomagot. Az export funkcióval egy Word dokumentumba tudom kimenteni az alul látható tartalmakat, és ami nekünk most érdekes, és amit most meg szeretnék mutatni, ez a nyomtatás funkció. Ezzel ugyanis számítógép nélkül, internetkapcsolat nélkül is nagyon jól lehet gyakorolni. De itt látjuk, most a Hellász évszámokat nyitottam meg éppen, hogy ezeket az évszámokat, ezt a 9 darab évszámot kellene tudni mondjuk a fejezet végén. Ezt táblázatos formába, egy szószedett formába, egy keskenyebb és egy vastagabb kártyaformába, de ha kell, akkor laponként is ki tudjuk nyomtatni. Ezek közül én igazán ennek a kettőre hívnám fel a figyelmet, tehát a kártyaformátum keskenyebb és szélesebb verziójára, ugyanis hogyha ezek valamelyikét kijelöljük, és olyan nyomtatónk van otthon, amelyik tud kétoldalas nyomtatást nyomtatni, akkor ezt bejelölve a kétoldalas nyomtatást, készít nekünk a program egy PDF fájlt, remélem, hogy el fog indulni fél percen belül, így van, és kétoldalas nyomtatásba kinyomtatva ez a PDF fájl ez arra lesz képes, hogy ugyanúgy lehet vele gyakorolni, mint a számítógépes programmal, hiszen az egyik oldalon ott lesz a fogalom, a másik oldalon pedig ott lesz majd a meghatározás, hogyha megfordítjuk a cetlit. Ezt valahogy így kell elképzelni. Tehát itt vannak az évszámok, és nézd meg, hogy ugye, itt pedig a meghatározások. Ha a két oldalt, az egy A-t és az egy B-t egymás hátára nyomtatod, akkor amikor forgatod a lapot, emögött az évszám mögött a hozzátartozó meghatározás lesz. Tehát ez is egy nagyon praktikus gyakorlási lehetőség, tudsz magadnak ilyen kis kártyáskákat csinálni, és ezt akár útközben, ha valahol utazol, vagy szünetekbe, vagy egymástól mondjuk tanulószobán napköziben kikérdezgethetitek, úgyhogy a hátoldalán ott van a válasz, igazándiból még más sem kell hozzá, hiszen önmagadat is ki tudod így kérdezni, amit tudsz kártyát, azokat külön kupacba rakod, amit nem tudsz, azt pedig többször is gyakorolni tudod. Hát röviden én azt gondolom, hogy ezek a nagyon praktikus funkciók, amiket érdemes még itt mindenféleképpen megemlíteni, és hát természetesen lehetne még nagyon sok mindennel folytatni, például azzal, hogy kell ilyen teszteket csinálni, de hát ez már egy következő lépcsőfok. Persze nyugodtan a regisztráció után a Create parancsra nyomva el lehet kezdeni akár többi tantárgyhoz, vagy bármi máshoz magadnak készíteni ilyet. Kicsit időigényes, de szerintem szórakoztató, és bármelyik tantárgyhoz nagyon hasznos lehet.